Üres volt az udvar, és az épületben sem volt senki, mert szénmonoxid szivárgás miatt ki kellett üríteni azt a szekszárdi óvodát még 2 éve. Akkor a gázkazán romlott el, a szakemberek néhány nap alatt megjavították a berendezést, ezért a gyerekek hamar visszaköltözhettek. Torna megyében halálos baleset a fűtési szezonnal összefüggésben utoljára 2011-ben történt, akkor egy 4 tagú család vesztette életét Pakson, vonulniuk viszont minden évben kellett szénmonoxid szivárgás miatt a tűzoltóknak. Ezeknek a tapasztalatok szerint elsősorban a lakások nem megfelelő szellőzése az oka, tehát nagyon fontos, hogy itt a lakások megfelelő szellőzését biztosítsuk. Sokan nem is gondolnánk, de akár egy pára elszívó is okozhat tragédiát. Az ilyen gépek ugyanis könnyen kiszívják a lakásokból az oxigént, teret engedve így a mérgező szénmonoxidnak. A fűtési szezonban a kéménytüzek is sok munkát adnak a tűzoltóknak. Ezeket, vagyis a kéményeket néhány éve már a katasztrófavédelem ellenőrzi. Társasházi lakásokba ugye automatikusan úgynevezett sormunkaterv szerint érkezik a kéményseprő, azonban a családi házakban nem megy automatikusan, ezt az állampolgároknak kell kérvényezni. Ezt megtehetik online, telefon a 1818-as telefonszám 9.1-es menüpontja alatt, illetve Szekszárdon a Mikes utca alatt található ellátási csoporthoz is bemehetnek, és itt is egyeztethetnek időpontot. A katasztrófavédelem szóvivője azt tanácsolja, hogy akik gázzal vagy fával fűtenek, mindenképpen vegyenek szénmonoxid érzékelőt. Az ezekből kapható biztonságos típusok leírása megtalálható a katasztrófavédelem honlapján.